Rendőr és határőr szülők gyermekei vesznek részt a 15. Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Szaktáborban. Összesen 60 diákkal indult el a hét, 20-an Magyarországról, 20-an Romániából, 20-an pedig Ukrajnából érkeztek. Farkas József dandártábornok a megnyitón elmondta, példaértékű összefogás eredménye ez a rendezvény. A szervezők színes és tanulságos programokkal várják a táborozókat. Szabadidő, nyár, vakáció, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Játékos formában próbáljuk meg átadni ezeket az ismereteket, különböző versenyeken keresztül, ki mit tudokon keresztül, rajzversenyen, közlekedési versenyen, strandolás közben a vízi közlekedésnek a szabályait, a vízből mentés szabályait. Tehát megpróbáltuk az alapvető ismereteket beépíteni a játékba, a szórakozásba, hogy még hatékonyabban, még könnyebben tudják ezeket sajátítani. A tábor célja, hogy a gyerekek megismerjék a közlekedési előírásokat, helyesen és odafigyelve vegyenek részt a forgalomban. A közlekedés mai nap, vagy manapság eléggé veszélyes dolog. Sok nagy autó, gyorsak is, figyelmetlenek a gyalogosok, biciklisek, tehát az embernek ez a feszített tempója, amit él, ez sokszor ugye figyelmetlenségbe és rengeteg balesetbe torkollik. Nem árt az, hogyha nagyon fiatal korban elkezdik az embernek a figyelmét felhívni ennek a veszélyeire, megtanítják arra, hogy hogyan kell közlekedni. A szervezők bíznak benne, hogy eredményes hetet zárhatnak a jövő héten.